Vasúti pálya kereszteződésében olyan járművek keresztezik egymás útját, amelyeknek merőben különbözőek a menet tulajdonságai. A mozdony a sínpályán lényegesen nagyobb tömeget mozgat, mint az úttesten haladó közúti járművek. Így a vasúti szerelvénynek sokkal hosszabb útra van szüksége a megálláshoz. Amikor a mozdonyvezető megpillantja a pályatest felé közeledő járművet, már képtelen lenne megállítani a vasúti szerelvényt az átjáró előtt. Az ütközést csak a közúti jármű vezetője tudja elkerülni, ha fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelíti meg a vasúti átjárót. A veszélyes útszakasz közelségére jelzőtáblák figyelmeztetnek. Ez a tábla olyan vasúti átjáróra hívja fel a figyelmet, ahol nincs biztosító berendezés. Ilyenkor csökkentsük járművünk sebességét, hogy elegendő időnk legyen meggyőződni a továbbhaladás veszélytelenségéről. Ha vonat egyik irányból sem közeledik, akkor kapcsoljunk vissza a lassítás mértékének megfelelő alacsonyabb sebességfokozatba, és késedelem nélkül haladjunk át a síneken. Ahol a szabad kilátás valamelyik irányban nincs biztosítva, ott nem csak lassítani kell, hanem meg is kell állni. Ennél az átjárónál mindkét irányban belátható a vasúti pálya. Ez a pótkocsikat vontató traktor mégis megáll. Vezetője helytelenül cselekszik, mert a teherrel megrakott hosszú jármű álló helyzetből nehézkesen gyorsul fel, több időt tölt el a vasúti pályán, ezért a közben feltűnő vonat veszélyt jelenthet számára. A vonat sebességének és távolságának felmérése a gépkocsiból igen nehéz feladat, mert a vasúti szerelvény mozgása a környezetéhez viszonyítva általában rosszul érzékelhető. Ezért, ha a vonatot megpillantjuk, nem érlegeljük a távolságot, hanem azonnal álljunk meg. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között még nehezebb a távolság és a sebesség helyes megítélése. A közeledő vonat reflektorai szinte mozdulatlannak látszanak, a szerelvény távolabbinak és lassúbbnak tűnik a valóságosnál. Aki ilyenkor halad át a vonat előtt, nagy kockázatot vállal. Vasúti átjáróban és közvetlenül a vasúti átjáró előtt tilos előzni. Ezt a mezőgazdasági vontatót most még megelőzhetjük, mert a vasúti pálya elérése előtt a manővert még be tudjuk úgy fejezni, hogy az esetleg szükséges megállásunk a traktort nem zavarja. Ha a vasúti átjáró előtt ilyen táblát helyeztek el, az feltétlenül megállásra kötelez. Sorompóval biztosított vasúti átjáró felé közeledünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy a jelzőberendezés átveszi tőlünk a felelősséget, és ha tiltójelzést nem kapunk, akkor zavartalanul folytathatjuk utunkat. Nem. A legtökéletesebb jelzőberendezés ellenére is szükséges a fokozott óvatosság és a mérsékelt sebesség,
mert előfordulhat, hogy figyelmetlenség vagy műszaki hiba miatt a sorompó leengedése elmarad. Arra is gondolnunk kell, hogy a vágánygépkocsi a sorompó nyitott állása mellett is közlekedhet. Ugyanis a sorompó leengedése csak vonatszámban közlekedő jármű áthaladása esetén kötelező. Ez a csengő a sorompó lezárásának megkezdését jelzi. Az áthaladás ilyenkor azzal a veszéllyel járna, hogy a gépkocsi a sorompó rudak közé záródik. Teljes sorompót kiegészítheti a már messziről felismerhető fényjelzést adó készülék, amely a sorompó lezárásának megkezdését, záródását és zárvatartását a teljes felnyitásig jelzi. A kiegészítő berendezés figyelmeztető fényjelzésére álljunk meg akkor is, ha a sorompó rúdja még nem mozdult lezárásra. Ez a tábla fénysorompós vasúti átjáróra hívja fel a figyelmet. A villogó fehér fény az áthaladást engedélyezi. Ezt a tehergépkocsit már nem előzhetjük meg, mert az előzést nem tudnánk a vasúti átjáró előtt szabályosan befejezni. Ilyenkor nem szabad ösztönösen követni az előhaladót. A fénysorompót kell figyelni. Lám, már át is váltott pirosra. Álljunk meg! A fényjelző berendezést általában a vasúti átjárótól kellő távolságra a vonat működteti. Ezt a távolságot úgy állapították meg, hogy a vasúti pályára engedélyezett legnagyobb vonatsebesség esetén is a piros fény első felvillanásától a vonat odaérkeztéig a leglassabban haladó közúti jármű is még biztonságosan áthaladhasson. Ha a fénysorompó a vonat elhaladása után nem vált át villogó fehérre, ne türelmetlenkedjünk. A tiltójelzés ugyanis a gépkocsi vezető nem bírálhatja felül. Ne gondoljunk arra, hogy elromlott a készülék, mert üzemzavar esetén a berendezés automatikusan kikapcsol, és se pirosat, se fehéret nem jelez. Most a másik irányból érkező vonat miatt maradt továbbra is villogó piros a fényjelző. Fénysorompó nem működik, kötelesek vagyunk megállni, és csak akkor haladhatunk tovább, ha meggyőződtünk az áthaladás veszélytelenségéről. Sajnos még nincs mindenütt biztosítva a szabad kilátás. Ilyenkor is megállással győződjünk meg az áthaladás veszélytelenségéről. A fénysorompó és a félsorompó együttes alkalmazása a legkorszerűbb kombinált biztonsági berendezés. Kétségtelen, hogy a vezetők az előttük akadályként leengedett sorompót és a messziről jól látható fényjelzést hamarabb észreveszik, mint az oldalirányból közeledő vonatot. A fénysorompó nagy előnye, hogy nem szorulhat jármű a lezáródó sorompórudak közé, de a fegyelmezetlenség és a szándékos szabálysértés következményeit a legmodernebb technika sem képes elhárítani. A vonat elhaladása és a félsorompó felemelkedése után is csak akkor indulhatunk el, ha a villogó piros fény ismét villogó fehérre változik. Járművekkel vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolságon belül megállni tilos. Ez a gépkocsi vezető is tudja ezt, de nem mehet tovább, mert kocsija tengelycsonktörést szenvedett. Ha ilyen esetet látunk, akkor álljunk meg az átjáró előtt úgy, hogy ne akadályozzuk a forgalmat.
majd siessünk a bajba jutott segítségére. Szállítsuk ki az utasokat, és mindkét irányba küldjünk ki valakit a vonat elé, hogy majd jelezze a mozdonyvezetőnek a veszélyt. Legalább 1 kilométer távolságra kell a vonat elé menniük, hogy a mozdonynak legyen ideje lelassulni és biztonságosan megállni. A vasúti átjáróban a biztonságot mindenek előtt a közlekedő ember fokozott óvatossága, fegyelmezettsége teremtheti meg. Ezt nem pótolják, csak segítik a biztosító berendezések.